84 éves korában elhúnyt Mészői Kálmán, a szőke szikla, vagy a labdarúgás legendás alapja, aki a látogatotta a játékosként és szövetségi tagjának is imádkozott a szövetségi. Utánozhatatlan színes egyéniség volt, akiért generációk elkesedtek a magyar futball történetének egyik legnagyobb személyisége. Hosszantartó, súlyos betegség után 72 éves korában elhunyt Mészáros Ferenc, a magyar labdarúgó válogatott korábban is, aki társai és a szurkolók mindig szurkolók. Sikereket hoztak a pályafutása során már a bajnok, győztes Portugál bajnok, Portugál kupa győztes, 23-as Európa bajnokok. Egyike volt a csupán két magyar kapusnak, aki legalább két világbajnokságban is védett, összesen 29-et szerepelt a nemzeti csapatban, Mészáros Ferencet ezen el ezt a saját magukának megítni. Hosszú betegség után 82 éves korában elhunyt Enzo Arantes, Don Nascimento, vagy ahogyan az egész világon ismerték felé. Brazíliában kérdődően a nagyon háromszoros végén győztes, a válogatottak a 92 meccsen 77-ből szerzett, egész pályafutása során pedig 1363 mérkőzésen 1281 gólt ért el. A brazil világklasszist a 20. század legjobb labdarúgójának választották meg, nem csoda, hiszen varázslatos játékával és szimpatikus szerint szegénységében sokat tett a labdarúgás világszerte utolérhetetlen népszerűségét. Mészői Kálmán, Mészáros Ferenc, Pelé, nyugodjanak békébe, emléküket, örökre szívjük, tiszteletre előzünk.